For so long, I was living my life. Was so wrong, always numb in my mind. Battled on, building scars from the night. So far gone, I was blind. So now. Shining a light on the dark that I was.
No. Szervusz Anna, üdvözöllek. Csapassuk hát eme játékot. Én a mondó vagyok. Nézzük meg hát. Hol is tartunk? Mert hát mégiscsak. Tartunk az egy év felé. Mikor lesz meg a fele? Száznyolcvankettedik napom. Na, de még azért van egy kis idő. Oké. Pontosan a 183. napon leszünk túl rajta. Szóval van még bőven hova fejlődnünk. 60 nap. Nagyjából. Nagyon jó. Jó, na nézzük. Azt mondja, a következő a szakmák. Igen, volt már ilyen. De az, hogy vagy őket engedjük be, vagy őket nem engedjük be, ezt mindjárt kiderül. Munkaügyi Szociális Minisztérium szabályozást vezetett be az országba való beutazásra vonatkozóan. Minden bevándorlónak, aki dolgozni megy, rendelkeznek egy érvényes foglalkozási kártyával. Ezen kívül csak az alábbi szakmákban rendelkezők léphetnek be: vízvezetékszerelő, lakatos, pék, villanyszerelő. Világos. Úgymond hiány szakmák, és csak ezeket engedhetjük be, ha van érvényes dolog. Ezt fel kell írnom, mert el fogom felejteni. Azt mondja, hogy Blum Ber Lok Lock Smith S. Tényleg lakatos. Bazeg. Baker. Hát ezt nem hiszem el, gyerekek. Ez a mobiltelefonos YouTube. Jó, azt mondja. Elektri. Nagyon jó.
És akkor a következő emberkiket keressük. Azt hiszem, a két Réli, meg egy 76 UL. Nagyon jó. Jött az első. Kérem szépen az iratokat, bazd meg. Szállj ki. Jó. Nagyon jó. Na szóval. Jó. Oké. Visszapakol. Elméletileg jó minden. Gyakorlatilag mindjárt kiderül. Jó. Igen, ez jó. Alvar. Vardun. Nagyon jó. A szám tök jó. Érvényes is. Október ez is jó. Szerintem a rendszám is jó. Nagyon jó. Na szóval, akkor hibák. Törött ablak, törött lámpa. Jelző lökhárító. Törött üveg 1, 2, 2 törött üveg. És ennyi. És elméletileg mehetsz is. Én azt mondom, hogy menjél. Következő. Nagyon jó. Add ide, bazd meg. Jó. Mi van benne? Sertés 2. Ennyi van. Súlyra, teljesen jó. Rendszám. Az is jónak tűnik. Arcod teljesen jónak tűnik. Erik. Muraton. Szeptember, október. Tranzit. Az is jónak tűnik. Nagyon. Jó. Menj. Rosszat húztam be. Talán. Na, fiatal ember. Kemikál? Na, várjál, csinálok egy súlyellenőrzést.
az 14. Feruz, Jargal. Igen, október, hát ez... Illich! A súlynak bőven jónak kellene... Hát, nem biztos, hogy jó ez a súly. Szállják ki? Nem határeset. Hát nem jó. Majd inkább engedtelek. Na szóval. Az arca jó, nem? Igen. A... gépjármű nagyon tökéletes állapotban van. Ez az egyetlen, ami elbuk sajnos. Hát ez szomorú. Következő. Igen. Na. Nagyon jó lett. Oh my god. Mi a rendszám? Nem, az 2-6. 7-6 UL. 7-6 UL. Bármi lehet. Innen kell kezdődni egy 7-6 UL. Igen. Szállják? Nem kell kiszállnod. Mert igazából... a háttérszín az off. Szevin Szabirov. Jónak tűnik. A szám az jónak tűnik, ez nem járt le, viszont rossz a type. Igen, egyértelműen. Nézzünk egy súlyt is. Az jó. 4. Ajá. Ez ennyi. Akkor nem jövjük a hülye, mert jövő itt 3 van, ami nincsen. Szóval rossz a táj a kargolista is. A rendszám. Hát ez lehet, hogy ó bazeg, az meg egy nulla. De... ez itt egyértelműen ó. Ez meg pont ugyanúgy néz ki, mint az. Úgyhogy tudja, hogy jól lesz. Na fiatal... emberre... nem mehetsz be. Visznát! Na, jön a barátunk. Kuk, hát... már nem jegyz be. Alim... Sharma...
Sarma. És ha dolgozni és főzni, akkor miért hozol ilyen sok mindent? Ez mind kell a főzéshez? Hogy van ez, fiatalember? Három, négy, kettő, egy, nulla. Jó. Azt, hogy el tudom fogadni. Jó. Kocsi. Nem. Előzeteket esett, jó. Oké. Köszönöm. Tökéletes. Nekem ez a szín nem tetszik. Megmondom őszintén. Nem tudom miért. Lehet, hogy kéne. Jó. Akkor nem szóltam. Jó, a név az biztos, hogy rossz. Jó, D van itt, meg G. Január, jó. Azar V. Ez nem Azar V, bazeg. Rossz a type. Nézzünk egy súlyt is. Az biztos, hogy jó. Úgy nézem, a terrat viszont rendben van. 8, 3, 2, 1, 1. Igen, jó. Nem. Következő. Tökéletes. Kérem szépen a papírokat. Jó. Ez lehet, hogy túl súlyos sem. Ennyire sok mindennel. Jó. Nézzel három. Aha. Szállják ki? Szerintem úgyis túlsúly lesz. Ja, ott több mint 120 kiló van be. Hát 150 kiló. Nem volt a fiatal ember annyi, úgyhogy... Hát biztos, hogy a súly az nem jó. Ez az. Akkor a 17-2 több mint egy. Az jó. Hilal. Na, ilyen, ő már volt nálunk. Effektíve ő volt nálunk. Jó. Az autó tökéletes.
A sokadik tökéletes autó, aki nem mehet be. Tulajdonképpen. A rendszámát nem is néztem. Na, jöjjön be! Nincs izém. Jó. Kérem szépen a igazolványt. Köszönöm. Ja, igen. El kell menjek, mindjárt jövök. Na szóval. Szépen írjuk össze. Jó. A rendszáma nem az, amit keresünk. Látod, olyan a nulla. Látod? Mint a Q-nál. Szóval nehéz volt megállapítani, hogy most az nulla volt vagy jó. De szerintem az nulla volt egyébként. Na mindegy. Jó. Jó. Hét izét írtam össze. De 80. Jó. Jó. Egy súly. Nagyon jó. Pecsét jónak tűnik, az arca jónak tűnik. Mit tovább engedem? Augusztus 31 van. Jó. Van... van egy törött üveg. Két törött üveg. Hátul minden rendben, ugyan látom. Elől egy törött lámpa. Egy lökös. Hiányzik meg egy visszapillantó. Ja. Én azt mondom, hogy ennyi. Dü. Nagyon jó, gyönyörű. Rendszáma nem az. Igen. Szállják ki. A réli szóval mindenképp átvizsgáljuk. Pillanatra azt hittem. Chicken. Ti maradhattok. A
Oh, két szúp. Két chicken. Én többet éztem be, szóval biztos, hogy rossz. Kargó lista, biztos, hogy rossz. Én írok rosszul be az dolgokat, az egy dolog, de itt nem ez történt. Hanem... Hanem nem ez. Jó. Jó van. Súlynak bőven jónak kell lennie. Jó is. Ez nem az arvé. Rosszul írjátok be a típusokat, gyerekek. Ajjá már. Hát a fotó is rossz. Annyi hiba van a rendszerben, hogy megérdemelne egy letartóztatást. Azt mondja, hogy kettő test, body part, egy visszapilla, egy lámpa. Áprili, le is van járva. Mit nem találtam hibának? Elkezdi, oh no! Miközben a... Majdnem minden hiba volt. Aztán kiderül, hogy csempész, mi? Figyeld meg. Nem, tökéletesen megtaláltunk mindent. Fantasztikus. Kérlek szépen. Hány hiba lehetőség van? 1, 2, mely ez? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A 11-ből 5. 5 rossz volt. Ez komoly. Odaadtad már? Jó. Nem tudnak izét írni, kargólistát. Nem tudnak kargólistát írni. Ez teacher, úgyhogy ne azért se jöhet be. Jó. Ez ráadásul le is járt. Neked is minden bajod van, öcsém. Utoléred az előzőt? Igen. Nem. Jakub, Kasimov, jónak tűnik. Jó. Hiányosság az autónak nincsenek. Nagyon sajnálom, de nem mehetsz be. Hát igen. Ennyi. Mit rontottam el? A fotót nem találtam meg. Na. Nem vettem észre. Jó. Vladolhatnánk, de csak némi lőszer kéne. Pontosabban gránát. Hány kolléga van?
Szerintem meg vagyunk. Ajándékozhatunk. Megnézzük, biztos, hogy hány kolléga van. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Nagyon jó. Na szóval. Fölmenjünk a kollégához. Szervusz! Hogyan telik a napod? Napjét, hogy jól telnek? Na. Múltkor nagyon ügyes voltál, láttam, hogy jó párat sikerült kinyírni. Egyébként pedig egészség mindennek a lelke, úgyhogy egy kis ajándékot hoztam. Jöttem hozzád is. Már van izé? Full damage. Jó, hogy nem haltunk bele. Azt mondja, hogy ez Novik, figyeljél csak ide. Te is kapsz tőlem jó kis cigit, tudom, hogy dohányzol. Kopos sószeg, azt mondják sokan, de hát... Látom, hogy úgy teszel, mint aki dohányzik, de közben nem, hogy ott a cigi, jó? Kifogyott biztos a fiú. Na! Muskovics, őrnagy. Egészség. Igen. Lehet, hogy kevés lesz, mert ő nem volt benne a... Vagy ő is benne van? Na, azt mondja, hogy Kowalski, hát neked is jár egy jobbfajta cigaretta. Akkor természetesen öreg barátunkat, a szerelőt ne felejtsük ki. Úgy hallottam, van neki is munka az autóval. Javítsd meg, kérlek. Köszönöm, szereti a zseppénzt, ezért csináltam így. És ezen kívül... Aki ott van, az megkapta, ő az, aha. Akkor utolsó. Legkedvencebb munkatársunk, Maximov. Ott is van ablak. Na hát, tudtad? Én nem. Na. Alvás. Alvás. De jó, hogy... Nem néztük meg, hogy mai nap során. Milyen küldetés volt? Ezek nem érdekelnek már. Na, ugyanazok, nem van egy fiatal emberünk, de az másik kettő ugyanaz. Jó. Oké, okay, jó. Meg fogjuk találni, főnök. Elftárs. Nem ő az. Viszont réli, úgyhogy... Szállja csak ki. Oh-ho-ho-ho! Menjünk a túloldalra. És csináljuk itt.
Dű. Nagyon jó. Hát egy csempészünk megvan. Jó. Ott is volt. Itt fönt. Á, itt is van. Most rég helyem. Én mondom nektek. Annyi kokain van itt azek, hogy... tényleg hely nincsen, vissza is sohanunk bele, berakjuk ezeket. Jó. Ezért pótlásnak nagyon jó. Na, igen. Hoppá. Jó, ennyi. Következő. Nem. És nem is réli. Jó. Egy súly. Jó. Jakubov, Ozen. Na jöhet, szeptember, 10 nagyon jó. November, október. Ez ugyanannak tűnik. Az autó tökéletes állapotú. Lehetne. Nem hiányozna ez. Szóval. Csinálnom kell egy kávét. Sajnálom.
Nagyon jó. Na, akkor nincs más hátra, mint... Köszönöm mindenkinek, aki itt van. Hello! Tudjátok, hogy megy ez? Készülgetnek a dolgok. Így működik ez, gyermekeim. Készülgetnek hát, bizony. Na. Na, ott tartottunk, hogy... Ozen, Jakubov, igen. Ez a szám... Jónak tűnik, az jó. Plump, igen, szeptember, nagyon jó. Mehet, nem? Tulajdonképpen. Egy hátsó íz hiányzik, ha az megvan. Jó. Mehet. Következő. Na, erre most nem számítottam, megmondom őszintén. Erre nem számítottam, végre egy kis izgalom. Ez az. Kapott pedig bőven.
Jó, hogy a Sina ellen nincs esélye. Ez Sina lesz. Gyere ide. Nem vettem észre a fát. Gyere ide! Szóval... itt fogjuk átkutatni, mert... mindjárt tönkre megy ez az autó. Oh my god, mennyi áru volt nálad? Bepakolunk a Sinába. Mindent is. Álljá. Micsoda izgalmak! Nem kaptam e-mailt a... izétől. Teszkútú. Már lassan el kéne kezdeni kiszállítani. Hoppá, hoppá. Olyan cuccot rendeltem, gyerekek, amit 1000 éve nem ettem. 1000 éve. Pombert, hallod? Véletlenül megláttam, hogy akciós. Pomber, az eredeti pomber. Édes Istenem. Nagyjából 26 évvel ezelőtt ettem utoljára őt, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen. Na, jó van. Hát nem is semmit. Jó, jövök, jövök! Jövök, na. Igen, nagyon jó. Hát itt biztos, hogy van benne, de mindegy. Gyere ki, gyere ki! Tudom, ott kint is volt az egyik izében, itt túloldalt. Itt. Na, mehetünk. Szirénázzal megyünk, mert el fogunk késni otthonra. Megyünk szirénával.
nem fogunk tudni beérni haza. Úgy értem, hogy a sok munkaidő fog elmenni, hogyha simán megyünk. Hogyha megyünk egy szirénával, és nem gyors utazva. Nem baj, legalább meghagyjuk kicsit ezt a sinát. Kimondottan tetszik ez a kocsi, megmondom őszintén. Mit eladhattuk volna a dolgokat, nem mindegy. A sinában lévő dolgokat majd anélkül, hogy beállnánk, át tudjuk pakolni szerintem. Nagyon jó. Na, fiatalember, javítsd meg. És ragd vissza a helyére. Jó, majd foglalkozunk a benne lévő áruval. Most jött a következő. Szépen újra töltjük. Ezt nem kell, nagyon jó. Na, megérte fölkelni a mai nap. Végre volt egy igen, nagyon megérte. Szálljál ki. Jó. Letartóztatnak. Nem logikus úti cél. Letartóztatlak. Következő. Plumpe, igen, egy. Ez oké. A rendszámos az van még bent, ugye? Aha. Igen, az nem hiszem, hogy ma lesz egyébként. Úgy is sokan vannak még. Azt mondja, hogy lejárt a rendszám. Ez jónak tűnik, a súly az bőven jó. Igen. Hát nem biztos, szállják ki. Szálljál vissza, azt mondja 21-15, szállj vissza. Kiló. Jó. Nyilvánvalóan a súly se jó. Igen. Ez jó. Aman. Jaffara és Jaffari. Rossz a név. Arc tökéletes. Nagyon jó. A típus az jónak tűnik. Ja. Nem mehet be. No. Várjál.
Ez nem az? De bazeg. Ilyen se volt még. Szálljál ki? Nem mond nekem, hogy itt nincsen. Nagyon jó. Tisztára megérte ide jönni. Ezt gyorsan pakoljuk be. Lehet, hogy lehet, hogy is visszük egyébként. Látod, innen át lehet majd pakolni. Most ezzel ne foglalkozzunk. Mert csak időt viszünk el ezzel. Üldözés miatt sok idő elment, úgyhogy majd ezt este. Este szórakozunk ezzel. Most cigit keresünk. Ez fontos, mert más textúrát keresek. Aha. A cigi a legjobb egyébként, ezt onnan nagyon könnyű észrevenni, mert piros. A kis piros Marlboro. Ez közel sem olyan, mint a izé a alkohol, azt a legnehezebb észrevenni. Én ilyen helyeken is lehetne berakva, csak mondom. Jó, én ennyivel elégedett vagyok egyébként, szóval nem baj, ha nincs több. Tökéletes. És akkor nincsen ember. Ha! Gyere! Igazából ha igénytelen pöcsölnék, most fognám és mondjuk átengedném mindet, vagy kitiltanám mindet. Mert maximum egy-két ember van hátra, és most azzal a pénzen nem múlik semmi. De tudod mit? Jó fej leszek és nem csinálok ilyet. Lumberjack az nem kell nekünk. Duduri azt mondja. Van, mit veszel? Ilyen szarokat? Az nem kell. Most eladhatunk egyébként dolgokat. Árut nem szívesen dobok ki, megmondom őszintén. Szóval eladni eladhatunk dolgokat. Nagyon jó. Hát a fotód már rossz. És igazából annyi, hogy nem mehetsz. Többit leszarom. Nem kapunk full összeget, nem kapunk full összeget. Kicsit gyorsítsuk. Sok minden nem találtam meg, még igen, aha. Nem baj. Túllista. Jónak tűnik. Jó, én azt mondom, hogy kész van. Na jó, azért a atom van mit. Két izé, egy lökös, egy lámpa. Jó, ennyi. Én azt mondom, hogy mehetsz. Menj!
a párt hírével, hogy mennyire szerettünk téged, és azonnal beengedtünk. Azt én, mintha láttam volna azt a törött ablakot, csak... Csak a fénytől nem látszott jól. Na, azt mondja... Elvihetjük egyébként a sinával. Az árut. Majdnem fullos. De nem. Van egy pár termékünk most. Akaratomon kívül. Nagyon jó. Na hány fiatal van? 1, 2, 3, 4. Vigyük el őket. Sinával. Pont 4 fér bele. Nagyon jó. Sinázzunk egy jaót. Ja. Hoppá. Van egy. Nem vettem észre. Szinte végezte. Bocsánatot kérek. Igen, na. Jaj. Ezért kellett várnod. Mindegy. Megyünk a bőribe, ugye? Pontosabban a bányába mennek a fiúk. Nincsen baj. Nagyon hasítunk ezzel a sinával. Nagyon sinasuna. Kis autó ez. Nyolcvannal repesztünk. Csí. Nem tudnak adni semmit. Múltkor kapott is, úgyhogy igazából teljesen felesleges. Nagyon jó. Du 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 du.
Nagyon hajt a kis csike. Jó irányítani. Tü-tü-tü. Na, fiatalember, javítsd meg, kérlek. És legyen itt a 4, 5, 6. Az ötödik. Nagyon jó. Ez. Nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Én így nem kaptam levelet a Tesco-tól. Miért nem? Már komolyan mondok, kezd zavarni. Na, azt mondja, hogy mehetnénk aludni. Föltöltjük a nálunk lévő készleteket, várjál. Így. Jó. Alvás. Erre a rendelésre. Én nagyon erőtésre meg kéne jönni azért. Holnap nagy terveim vannak ezzel, úgyhogy jó lenne, hogyha miért aktiválná magát a Tesco. Nagyon jó. Á, pomber is volt, minden volt. Nagyon jó. Hát rendeltem a... Szervusz, kedves Erik. Hát a Tesco-tól természetesen rendeltem. Belemelegettem ebbe a kaja készítő videóba, úgyhogy látom, van két új követő, megérte. Én nem ezt látom. Én 279-et látok. 281, akkor ezek most jöttek. Ha! 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 Elindultam, 279 volt. Úgyha megérte elindítani a Contraband Police-t. Igen, most már én is. Elindítottam, 279 volt. Köszönöm szépen a feliratkozást. Gyerekek, ezt így kell csinálni. Kár, hogy azóta hárman is leiratkoztak. Mindegy.
Erre rá kell gyújtani. Egy borzasztó népszerű egyébként, ahogy hívják például a Supermarket Simulator. Nem tudom, látod a nézettséget. Jó, hát az én szintem van a 130 nézettség, az jó. Szóval... Négyszázról nem is beszélve. Na. Virágos, a barátunk csempész lett. A barátunk csempész lett. Lelövöm a picsába, ezt most mondom. Gyere. A krisztáni. Hát ez nem az. Artist, hát akkor az off. Nem kellene nekünk művészek, meg ilyen hülyeségek. Jó? A saját művészeted otthon gyakoroljad. A jobb kezeddel. Ne hozd be ide, jó? Semmi szükségünk rá. Annyi. Ez jó. Jó. Nincsen lejárva. Ezt nem fogom kiolvasni, ezt a nevet. Jó. Ez érdekes dolog egyébként, kedves Erik. Igen, én is úgy... veszem időnként észre, hogy nem. Valószínűleg vagy a VOD nézők sokan vannak, vagy rejtett nézők vannak. És akkor ez később számolja hozzá YouTube. Erre gondolok. Ugye, mert vannak emberek, akiknek a feliratkozásai, meg az ilyenek rejtettek, tudod? És akkor, hogyha lehet, hogy ők néznek, akkor azt nem számolja hozzá a live-ba. Én erre gondolok. Inkább. Mert nyilván vannak olyan esetek, amikor inkább a VOD-ot nézi, bár ki nézne Burgár VOD-ot. Szerintem az elég beteg dolog. Még élőben is beteg. Nemhogy utána megnézni. Gondolj bele valaki szánt szándékkal rákattint a csatornára, és megnézi egy olyan adást, ami már volt. Ahol én vagyok. Hát ez felfoghatatlan. Miért tenné ilyet bárki? Egy, kettő. Igen, simán lehet. Nem jelent, sajnálom. Igazság szerint tudnánk gyorsítani egyébként a lapokat, tudnánk darálni, mint a szar. Ahogy találunk egy rosszat, akkor offoljuk, és akkor nem engedjük át, na. És akkor maximum nem fullos összeggel. Látod, például itt van ez. Ő réri, és nem virágos, és mi volt a másik? Ne felejtettem. Nem a Krisztán, rérit, igen. Tehát itt most fogom. És akkor azt mondom neki, minden rossz a fotó, többit leszarom, viszontlátásra. Következő. Hát nem kapjuk meg a 410-et, de kit érdekel? Hát 365 nap a célunk, kedves Erik, valahogy muszáj lenne kicsit gyorsítanunk szerintem. Ő szállja ki. És annyi pénzünk van, hogy... Takarodj. Na mondd nekem, hogy nem te vagy a rossz. Nézd meg, és nincsen. Illegális áru nála. Beszerás.
Jó. A fiatalembert ismerjük. Igen. Jó, én azt mondom, hogy átmehetsz. Ja, és a külseit egyáltalán nem vizsgáljuk át. Azt mondom, mehetsz. Ha nem vizsgáljuk át a külseit, akkor tök mindegy. Akkor sem, amikor ha átmehet. Mert nem, hogy hívják, nem kizáró tényező. A külső, maximum a pénz összegét tudjuk változtatni. És ugye ez a statisztikákat sem rontja. Ezt így csináljuk. Ő krogani vagy. Ez nekem nagyon nem tetszik, ez ahogy hívják. Ez a... Mondom én. Visznát. Következő. Ennyi, láttad ezt? Mennyi időt intéztük el? Add ide. Alkabach. Rossz, ahogy hívják, de várjál. A Krisztálinak kell lennie. Oké, na, te is rossz vagy, mert rossz a... ez. Viszontlátásra. Következő. Ha-ha! Ez nem vicces. Azt mondja, hogy... ...140-et kerestünk. Jaj, de rossz. Oké. Martin, Kovalev. Azt akartam kérdezni, kedves Erik, hogy itt délőtt általában itt vagy, de délután viszont nem. Ez miért van? Délután dolgozol? Vagy elég neked napi egy Urgár Live? Nem vagy hajlandó többet nézni. Jó. Találtunk egy rossz dolgot. De ő akrisztáni, várjál! Gyors átvizsgálás. Őt se szállíthatom ki. Jó, én azt mondom, hogy ennyi volt. Nem mehetsz. Következő. Gyorsan megy. Délőtt dolgozol. Megkérdeztem, hogy mit dolgozó? Szeptember 10, az jó, október, ez egy zaved. Jónak, ez jónak tűnik. Én nem tudom, milyen webáruházat csinálsz, én fingom nincsen. Lehet, hogy tudnom kéne, de nem tudom. Súly. Teljesen jó. Laziz. Dzsargal. Jó van, bemehetsz. Menjél. Á, természetesen, igen. 17 óráig? Ja. És
utána, amikor már nincs munka, már derogál jönni live-ra, ugye? Jó, értem én. Semmi baj. Talán már van jobb szorakozás is. Értem én. Nem vagyok megsértődve végül is. Fény, ez szerintem teljesen jónak tűnik ez a csávó. Olyan nézésem, valami nem jó, de átengedem. Menj el. Nagyon jó, nagyon jó. Gyorsabban megy ez a dolog, mint gondoltam. Igen. Réli vagy, akkor nem számít. Szóval keresünk valami egyértelmű rosszat. Ha azt találunk, akkor már nem kell tovább nézelődni. Szeptember, oké. Grazuk, jó. Az arcod jó. Súly. Hogyne? Hát az olyanok miatt érdemes, mint te, meg kedves Ed. Viccen kívül. Akik néznek, hát igen, akik néznek. Olyanokért érdemes csinálni, ez így van. Tehát, hogy... Tizenhárom-kettő. Ez nekem teljesen jónak tűnik. Én átengednek, jó? Mert... Tudok, hát... Ez nem az a játék, ahol nem lehet ugrani. Sok játék megirigyelhetné. Hallod, sokkal hatékonyabbak vagyunk így az eg, mint egyébként. Béker, az kell. Jó. Arcod az jó. Alkabach. Igen. Jó. Jobb fajta a rendszám. Egy jobb fajta súly. Nagyon, én átengednek. Mert... Hallod, mennyi az idő? 4 óra van. Nem hajnali, nem éjszaka 9-kor fejeztük be. Viszlát. Mentünk aludni. Hát ez nagyon jó. Did Driver-ra keres rá, szerintem tetszene. Találtam volna magamnál azt a játékot. Na, azt mondja... David Driver. Jaj, ne! Ez a tenger alatti izé. Hát hogy nem ismertek ennyire engem? Ki nem állhatom a tengeri témát? Hányan mondták, hogy keressek rám? De tudod mit?
Mennyibe kerül? Tizenkilenc. Édes Istenem, annyit nem költök rá. És izén... És izén... Enebán 11. Jó, 12. Az már is a balangzik. Van-e magyarítása? Van. Nem is akármilyen. Ha. Hát, elmondom őszintén, ez a tengeri téma sose kötött le igazán. De ez milyen játék? Hallottam már róla, de a fene tudja, ez ilyen RPG. Aha. Fél, hogyha valaki megveszi nekem, én játszom vele. Éjszaka egy sushi étterem vezetését tartalmazza mókás barátaihoz, akik megpróbálják feltárni a titokzatos kék lyuk titkait? A titokzatos kék lyuk titkait akarják felderíteni a fiúk. Nagyon jó. Hát igazából... Én nem fogok rá költeni, az biztos. De hogyha mondom, valaki úgy gondolja, hogy szeretne meglepni ez a játékkal, én nem állok ellen. Egyáltalán. Ezt most mondom. Bár mondjuk ideg három játék volt, amit vettek nekem, abból kettő teljes nézé volt. Offos. Jó, nincs peckó ajánlatom erre a játékra. BAFTA Games Awards. Igen. Awards. Aha. Nagyon jó. Mehetünk aludni. Mehetünk aludni. Dü-dü-dü-dü. Dü-dü-dü-dü. Ezért
Micsoda fejes! Azt nézd meg! A fülit előttük. Ez tökön lövés volt. Az a nyakon lövés. Hát... inkább szügyön. Kaptunk valami izét. Húszszor találtuk el úgy az ellen, hogy volt kamera. Nagyon jó. Mit csinált ott? Nem volt fegyver a kezében, láttad? Nagyon jó. Nagyon jó, most akkor mehetünk lootolni. Legális áruval, nyilván egy zsák okóval akarsz határt szétrombolni, megtámadni. Mennyi ártatlan, mennyi nagyszerű élet ment tönkre itt. Hányan A semmiért. Ezenek ugyanúgy volt szerető családjuk. Édesanyjuk. Hát de nem. Hát de. Úgyhogy ez igazán szomorú. Tele vagyunk áruval. Ezeket nem tudjuk normálisan eladni, csak mondom. Talán még itt van a fiatalember. Jó. Hát nem kellett volna támadniuk. Tudod, azok, akik rávették őket, hogy már pedig van értelme támadni, mert hogy mekkora gonoszak vagyunk, meg ilyenek. És akkor idejöttek azért, hogy meghalljanak. Borzalmas ez a mentalitás. Igen. Hát... erre mondják azt, hogy a győztes írja a történelmet. Mi győztünk, úgyhogy mi írjuk a történelmet. Ki a rossz? Az ellen. Természetesen. Igen. Oh my god, Ladó! Hát elég láttalak. Ja, megvan a játék, majd valamikor játszunk is vele. Köszönöm szépen. Na. Ezeket, mondjuk van már termék, várjál. Ő kicsoda, melyikünk ez? Ez a izé. Jó. Ezt átpakoljuk.
Jó, ezt is. Jó. Ezek jöhetnek ide. És várjál. Idénesen ezt is lerakjuk, mert visszünk ajándékot. Viszünk ajándékot? Dehogy viszünk ajándékot! Dehogy, múltkor vittünk már. Hiába van sok termékünk. Olyan, oh my god, Anna! Hello! Jó, te már voltál? Nem baj. Jobb kétszer, mint soha. Az nem kell. Na. Özönlenek a nézők. Már öt, előbb hat, öt fő. Amiből egy én vagyok legalább, mert a test stream. Tehát négy. Na szóval, nagyon jó, a Vladhoz elmehetnénk, de neki viszont mindig kéne piát meg ilyeneket, jó, akkor mondjuk holnap. Jó, 6400. Oh my god, hát ez egy jó, jó kérdés. Ez is Anna. Mert megmondom őszintén, nem tudtam, hogy éhes. Úgyhogy igazából nem tudom. Hát elméletileg van még milánóim, de azt most én kiadnám. Meg van még sonkás pizzám, sonkás szalámis pizzám, de... Valami nem kóser a gyomrommal, úgyhogy... Lehet, hogy megvárom, hogy jöjjön a Tesco, és ott van chips, baszki, és azt fogok ebédelni. Chipset fogok ebédelni. Ez kemény, nem? Jó, mondjuk egyik kedvenc ebédem egyébként, ahogy hívják, a Lidl-ös sajtszósz. Igen, mert szárított cucc. Szárított... jó, némi sóval, meg ilyen, értem. Értem, hogy ez rossz. De ahhoz van kedvem. Most máshoz nincsen. Jó, mikor kell mondom a kedvenc ebédem, vagy vacsorám, ahogy hívják, a Lidl-ös sajtszósz chipszel. Oda meg visszajök, értem. Kimondottan Lidl-ös sajtszósz. Az a legjobb sajtszósz a világon. Majdnem. Azt mondja, hogy... Így. Na, Vladhoz el kell mennünk. Egy ilyet kell vennünk. Némi gránátot, meg ilyet. Jó. Újra tölt. Jó. Alvás. Na akkor nem olajban sült krumpli? Hát chips.
Hát milyen? Bomber chips egyébként. Bomber lesz. A északi egy együttműködő program, nyári együttműködő programmal van. Sort of incorrect image nation. Nem akarjuk, hogy rossz képet vessenek ránk, ezért minden... Bármilyen sérülés van az autókon, az off. Oké. Ezzel nem kell foglalkozni, mert itt van egyébként, ahogy hívják, damage control. Itt meg pont azt írja, hogy bármilyen sérülés van az autón, az nem kizárók. Mindegy, ez ilyen mindig itt lévő szabály. Ez a fő szabály. Azt mondja, hogy... Broken Window 2. Flowers, az még mindig megvan. A Crystal, illetve... 43 CG. A száraznak száll, hogy ne? Miért chips? Annyi az egy probléma vele, hogy van benne fűszer. De mondjuk a pomberetből pont a naturát rendeltem. Hát ma megkóstolom. Ha az se jön be, akkor koplalok ma. Koplalni fogok. Nem baj. Hát mit tudom én? Itt van a kezemben? Itt van a kezemben? Én vezettem, kedves Erik. Én vezettem, vagy nem tudom. 25 évvel ezelőtt vettem utoljára Pomber chipset, gondoltam, kipróbálom. És most így hirtelen esznük a legjobb ebédnek. Na. Totál nem éreztem meg. Szóval, hogy van egy világos, egy 43 CG, két törött ablak és egy akrisztán. Nagyon jó. Nem 43 CG, nem látok két törött ablakot. Viszont akrisztáni. De nem szállíthatom ki. Egyébként ez egy kicsit öngerjesztő dolog egyébként, kedves Erik, úgy értem most a nézőszámra visszatérve. Mert nyilvánvalóan a nulla nézőszámnál nem szívesen nézik az emberek az adott streamert, mert akkor látszik, hogy ő nézi. Sokan szeretik, hogy nem tudják, hogy nézik-e azt. Na érted? Na mindegy, ami nem köszönnek. Ebben most nem menjünk bele. Én nekem volt olyan... Volt olyan... stream, amit nagyon szerettem egyébként. De azért nem néztem, mert voltak alul ilyen kis mozgó kis bizbaszok, amik Twitch-en, amik ez hozzárendelte a nézőket, tudod? És hiába jelentem meg csöndben, csak nézni akartam, egyből köszön nekem. Név szerint. Mert megjelentem ott a kis figurán. De végtelen idegesített, úgyhogy nem. Nézem azóta. Szóval azt akarom mondani ezzel, hogy nem tudom, mit akarok ezzel mondani. Köszönjük szépen, de... Ja, azt, hogy ugyanilyen nagyjából, amikor egyedül mész. Mert nem akarja, hogy köszönj neki, mert egyedül van, és csak nézni akar, nem akarja tudni, hogy itt van egy kis titok. Nem tudom. És zavaró lehet, egyébként tényleg az. Na hát ez már rossz.
Mi vagy te? Réli vagy, de nincsen, nem az a rendszámod, ugye? Nem. Nem Flowers és nem Akrisztán is van. Van két törött üveged? Nincsen. Jó, akkor nem fogunk átkutatni. Viszont nem mehetsz be. Ilyen egyszerű. Mert oda akartam menni, csak nézni, hogy mi van, hogy van, szórakozni. Nem akartam effektíve azt, hogy most név szerint engem megszólítson. Majd azt akarom, hogy név szerint megszólítson, akkor majd köszönök. Érted? Kicsit olyan érzés volt, mint ahogy Todi az intim zónába belelépett volna. Nem tudom meghatározni miért, de... Engem végtelenül frusztrált ez a dolog. Lehet, hogy hülyeség. Na akkor is. Akrisztáni? Ez egy akrisztáni. Ez egy alkabán, aki. Jó. Work. Van bármiféle rossz dolog. Hoppá. Ez off. Na viszontlátásra. Következő. Hát most még a 120 nyolcadiknál számolt ki. A rendszáma nem az. Van egy két törött ablaka. Nincs. Nem akrisztálni. És nem virágos a külseje. Ott van a virágos külsős. Az arcod megfelelő. Jó, a többi jónak tűnik minden. És úgy nézhetünk. Több mint 400, több mint 200, ezt akartad mondani. Van még hátra. A fele az 183. Hát... Nem. Ennél azért profi vagyok. Azt mondja, hogy... Nagyon jó. Na, figyelj csak. Menj. Következő. Na, neked ki kell szállnod? Nem kell kiszállnod. Van egy törött üveged, de te virágos vagy. Jó. Nincsen. Jó, virágos egyébként ugyanolyan, mint hogyha izé lenne. Piros vagy ilyesmi, szóval egyáltalán nem jelenti azt, hogy van illegális cucca. Nagyon jó. Na szóval ott jártunk, hogy az arcod már nem jó. Szóval a fotó rossz, tehát akkor viszontlátásra. Következő.
Így némileg kevesebb lesz a bevételünk, de se baj. Alkabach. De akrisztálni kell. Van csak két törött ablaka. A rendszáma nem az, nem virágos a külseje. Akrisztálnak kell lennie. Igen, azt mondja, hogy már rossz, mert rossz a izé. A type. Ugye viszontlátásra. Következő. Nagyon jó. Tökéletes. Azt mondja. Akrisztálni, várjál. Na, ezt most itt... így szépen át tudjuk vizsgálni. Ezeket majd ki kell nyitogatni. Nem úgy tűnik, hogy lenne itt bármi illegális, de volt már rá példa, hogy csak hűtőkben volt illegális áru. Úgyhogy ezt nézzük át inkább. Jó. Jó, hát fiatal ember, mehet. Következő. Úgy nézem, hogy nincs sem felé látni való. Rendszámat, igen. Nagyon jó, 4-10, nagyon jó. Kérem szépen a kártyával az övőzze. Az anyád úristen itt. Szálljál ki? Tudod mint? Nem kell kiszállnod. Hát, ha elmenekülsz. Ez az. Ez az kis izgalom! Hogy nem halt meg? Annyi kugolyót kaphatott szerencsétlen. Ez nem olyan könnyű irányítani, mint a másikat. Még ez gyorsabb is.
nagyon-nagyon-nagyon bírja a csapát a fiú. Hoppá. Nagyon... Op! Váratlan helyére kanyarodott. Ez egy sokkal hosszabb üldözés, mint gondoltam, hogy milyen hosszú lesz. Az elején majdnem kinyírtuk. Na! Na fiam! Ez szerint menekül. Kiszállt az autóba és menekülni akart. Láttad? Na hát. Itt fönt. Hát nem fogunk sokat megtalálni. Jó, visszavihetnénk az autót egyébként a izébe. És ott ellenőrizhetnénk ezt a izé autót. De megmondom őszintén, nem akarok annyi időt erre rááldozni. Szóval itt megtanulunk valamennyit, aztán csókolom. Igen, felrobbantjuk az autót. Úgy is meg kéne semmisíteni a benne lévő dolgot. Így biztos, hogy nem lesz belőle probléma. Nagyon jó. És erre kell mennünk, ha jól gondolom. Ja, mehetünk el is akkor balra. Ki lehet lyukasztva a kerekünk szerinted? Mert nagyon nehézkes irányítani. Pontosabban határőri, de mindegy. Az autó meg az ilyenek az kölcsönben van a rendőrségtől. Na, azt mondja, hogy kérlek, javíts meg. És... őt. Nagyon jó. Erős túlzás, hogy hatékony egyébként. Na. Nagyon jó. Itt nincs kecmec, itt nincsen jó fejkedés. Aki elmenekül, az meghal. Ilyen egyszerű. Rendszám nem, az izé nem. Jó. Pofázma ennyi, ugyanaz, április, október, van-e sérülés az autón? Nincs, várjál. Így van.
Én vagyok a narancs zászlós hajója. A migránsok réme. Cementbők csak kettő van. Na hát. Van egy nagyon rossz hírá. Biztosan nem mész be. Tűdüdüdü. Utolsó! Mennyi az idő? Üdvözéssel együtt 5 óra, 5-re végeztünk. 6-ra végezni fogunk. Üdvözéssel együtt. Hát az elment. Nem néztem át. Hát az... szomorú. Ez az nagyon-nagyon szomorú volt. Egy csempész. Kedves Dávid, beszéltünk már erről a dologról. Azt hiszem. Most kapsz tőlem 10 percet. De csak megkedvellek. Jó? Kedves Dávid. Mondjuk kaptál 5-öt, most 10-et kapsz, utána 30-ot, majd 35-öt. Így néz ki a sorrend, tudod? És utána végleges kapsz. Tudom, azt mondtam, hogy azonnal kapsz egy állandó band, de akkor nem jönné vissza állandóan kunyorogni, és akkor nem növelnéd a nézettséget. Úgyhogy ezért nem tiltalak ki azonnal. De bízom benne, hogy azért fel vagy iratkozva. Cheers! Már a érdembeli kommunikációt nem tudunk, legalább a maga a jelenléted, a megléted segíthetne. Köszönöm szépen! Hát igen, már jönnek a... már jönnek a moderátor kérők. Hát hihetetlen. Az nem zavarja igazából, hogy a cseten csak moderátorok szólnak hozzá. Kicsit sok a moderátor. De mindegy. Ugye nincs új ember. Nincsen, jó? Van egy kecske? Van kecskéd? Van kecskéd, nézd már. Ez talán kicsit túl. Gyorsan intéztem el az előző emberkét. Nem vettem figyelni. Nem gondoltam volna, hogy egymás után ketten is lesznek. Megmondom őszintén. Nem, nekem van saját kecském, köszönöm szépen. Menjen. Igen, még megsértődne. Nem szabad. Nem szabad ilyet csinálni. Az állatoknak is vannak érzéseik. Na, elmehetünk Vladhoz. Vigyünk Vladnak cuccokat, ajándékot. Ide is hívhatnánk Vladot, de nem hívjuk ide. Vigyünk neki egy vodkát. Meg egy cigit. Egy kis WC papírt. Át, azt nem. De WC papírt ne vigyünk Vladnak. Már úgy hallottam, hogy most született meg a gyerek. Ugye nem WC papírt viszünk, hanem... konyhai papírtörlőt. Az mindig jól jön. Egy gyerek mellett, nem igaz? Hát, meg igazából a magányos vagy, akkor is jól jön. Na, azt mondja, mehetünk oda Vladhoz. Nem akarok oda egger vezetni. Healthy cigarettes. Egészséges cigaretták? Hallod? Egészséges cigarettákat árul. Nagyon jó. Én is hozok neki egészséges cigarettát. Szerbusz Valaden, na mi a helyzet? Asszony? Gyerek? Na, tényleg?
Hihetetlen, mennyire fantasztikus. Hát gyorsan felnőnek, persze. Ismerem ezt a dolgot én is, ez nem kell, ez van otthon. Úgyhogy igazából maximálisan megértem az érzését, kedves Vlad. Igen, persze, hát hogy a viharban el. Volt probléma határon, de hát megoldottuk. Megoldottuk. A robbanás? Hát igen, az egyik megpróbált elszökni. Na. Ez a gyereknek. Ez neked. Te tudom, hogy nem is szól, ez meg az asszonynak, jó? Na jó legyél, csókollak. De visszavezetek? Hát valafelének kezdődök, vezessünk vissza. Dü. Igen, személy szerint nekem ez a kedvenc autóm. Nagyon komálom, mert sok benne a rakhely, jól irányítható, viszonylag gyors, tapabíró. Hát fér bele egy ember is. Úgyhogy ez királyi autó. Jobban szerettem, mint a másikat, a Ladát. Megjöttem. Szervizeld meg, kérlek. És maradjunk ennél az autónál, szerintem. Jó lesz ez. Nagyon jó. Feltöltjük, ezért ide. Ezért ide. Ide. És ide. Ajá. Visszamen egyetük használni azt a kicsit, ami ott volt. Zavart, hogy egy picit ár van csak. Jó van, hát meg vagyunk. Hányadik nap jön? 129? Igen. Nem kaptam SMS, gyerekek. Szoktam kapni SMS, hogy jön a cucc. Most nincs tapponat, Tesco. Na, elektronikai szállítólevél, megjött. 12 óra 26-kor. Magyarul biztos, hogy késni fog. Na, nem volt kenyér. Jó kis zsemlevet rendeltem, az a legjobb szerintem a Tesco-ban. Na hát. Ennyi terve. De pomber lesz. Ó, és rendeltem vörösbort, képzeljétek, mert szeretnék csinálni holnap egy főzős videót. Úgy döntöttem. Be van itt rendezve szépen a dolog, tisztaság van, rend van. Igazából belefér. Mielőtt folytatnánk a live-ot.
gyors mosogatást azt eszközölök. Mindjárt folytatjuk. Tudom, hogy úgy is nézi a live-ot, úgyhogy jelezném a kedves Finish mosogató tabletta gyártó cégnek. Biztos, hogy van itt képviselőjük. Nem jó ez az új tabletta, amit a régi Quantum helyett használunk. Ilyen új csomaggalásban van még minden. Ez egy szar. Sokkal rosszabb, mint az előző. Sokkal csúnyábbak lesznek a dolgok tőle. Nem lesznek fényesek, mint régen. Úgyhogy javaslom, hogy térjünk vissza az előző tablettához. Az annyira jó volt. Mindig is Quantumot használtam. És teljesen jó volt. Most ez szar. Vagy hogyha nincs itt a nézője, akkor Google-t kérem, hogy jutass el a Finishhez. Egy nagy streamer véleményét. Úgyis hallgatózol. Viszont neked dicsérnem a Surfshark VPN szolgáltatást. Az utóbbi időben nem lassítja le az internetet. Úgyhogy ez király. Na. Jöhet az első. Köszönöm szépen, szállják ki. Ja nem. Nagyon úgy tűnik, hogy ugyanaz a két ember, de nem, mert azon nincsen sapka. Tudom, ebben a játékban ez is számít. Igen. Hiába tűnik pont ugyanolyannak. Teljesen mindegy. Pedig nem is ugyanolyan, a szája se ugyanolyan. Jó. Igen, van egy két törött ablaka, nincsen. Van-e bármilyen törékeny dolog kint? Nincsen. A súly az mennyi? Az, igen. Sinája van. Nagyon jó. Két kecske. Atabek. Zahari. Október, szeptember. Ez a kettő megegyedik egymással. AQD 7901YV. Jaj.
mehetsz. Következő. Nincsen két törött üveggel. Nem izé. És a fickó sem izé. Jó, akit keresünk. Kérem szépen tábra is az igazolványt. Jó, úgy is nézel ki talán. Radimir Ignatov. Ez jónak tűnik, a Krisztánis, a január, oly, nagyon jó. A rendszám. Na jó, tökéletes az autó állapota. Mehetsz. Következő. Na, talán ő lesz az. Nem, mert nincs rajta szemüveg. Akrisztán, na hát ő már ugyanaz. Csak szemüveg van rajta. Ja. Ez itt számít. Nincsen két törött üvege. Ja, de nem is mehet be. Igazából. Nincs törött üvege, nincsen izéje. Body part hiányzik, meg a izé. És emiatt nem mehet be. Meg túlsúlyos is vagy. Ha már itt járunk. Ja. Nagyon rossz hírem van, de hát... Nem mehetsz be. Mit nem találtam meg? Jó, hát... Szerintem Dávid, nem, nem ingyenes. Van belőle demo verzió. Van belőle demo verzió. Megnézhető. Játszható. Szeptember, január. Az arcod ugyanaz. Ez a kettő ugyanaz. Ez... Jó. Hát persze, a demo az mindig ingyenes. Azért van a demo, hogy le tudsz szedni, és tudj vele játszani, ingyen. És ha tetszik, akkor megveheted a játékot. Nagyon röviden. Na. Na hát ez egy túlsúly, ez egyértelmű. Úgyhogy nem ismersz be. Oh my god! Hát itt több probléma is van. Van egy két törött üveged. Nincsen. Jó, még egy dolgot meg tudod kerülni, ezt. Mert hiányzik legalább egy tükör. Jó. Jó, igazából ennyi. Nem mehetsz be. Következő. Na, virágos autó. Igen. Hát, ha lesz megint üldözés, várjál.
Na. Szállják ki. Szállják ki! Bocsánat. Takarodj a börtönbe. Takarodj! Takarodj! Jobban jártál volna vele, ha elfutsz. Akkor legalább meghalsz. Mert így most a börtön, most a izébe fogsz kerülni. A bányába. Nem biztos, hogy ezzel jobban jársz, csak azért. Igen. Jó, majd itt van, tudsz bőven. Igen. Hú, ott van nála cucc, volt nála. Jó. Ennyi. Nem akarok többet találni. A viszontlátásra. Hát ezt úgy képzeld el, kedves Dávid, nem tudom, itt vagy-e még, hogy ugye a demo verzióban a izét tud végigjátszani, pontosabban tudsz játszani a küldetéssel, mert ugye van ebben egy story game, story rész, mi most a végtelen módon játszunk, mert már kétszer végigjátszottuk a storyt, és a storynak egy részét tud végigjátszani. De ugyanúgy van benne ellenőrzés, a többi üldözés, ja, mindenféleképpen egy jó cucc. Ő nem az, akit keresünk. Nem. Nincsen két töröttüveged, ugye? Már csak azt keressük meg a csávót. Így van. Jó. Jó. Nagyon jó. 6-1, nagyon jó. Ez nagyon jó. Nagyon jó. Nem kell félni, ez ugyanaz a cigi lesz. Librán ez Samar. Jó. Jó, mehetsz. Következő. Tökéletes van-e? Törött üveged. Nagyon jó. Nincsen bármi body part, ami rossz. Nincs. Oké. Okay. Na, hát már látjuk, hogy rossz, úgyhogy ez ennyi volt. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Következő. Nagyon jó, szállják ki. Pár dolgot, egy dolgot, nem baj, fotó, nem baj. Na. Téged szépen bőrizzünk egy jót. Sikerült elkapni a megfelelő embert. Ezt takarítsd el innen. Ja. Hát ott, hogy haladunk, vazeg. Ennyi. Így. Igen. Na hát ez már rossz. Tehát hogy ez így van rossz. Tehát ez nem. Az a kérdés, hogy van-e két törött üveged?
Egy. Kettő. Ugye? Aha. Hoppá, hoppá. Szállják ki. Mehetsz a bölibe. Nagyon jó. Ellenőrzés. Nagyon jó. Jó. Ennyi, be is nézzünk a motortérbe. Aha, kecskék. Pontosabban a kecske bábok. Ott. Azokban is lesz cigi. Hoppá, hoppá. Hogy tudtam a hármat elrakni? Jó. Ki lehet nyírni az állatokat? Mi történik, ha kinyírunk egy állatot? Ó, aki érzékeny a lelkő, az már ne nézzen ide, jó? Lehetséges, hogy... Sajnálom, aki érzékeny, ne nézzen ide, jó? Én még sose csináltunk, kíváncsi voltam rá, mi történik. Na szóval. Szóval. Én telmetni kell vihetni a cuccokat, de nem fogom. Mert ez még nem olyan sok. Hány fiatal van itt? Három? Három. Uh-huh. Jó, mehetünk. Szét lehet törni ezt a helyet? Ezt. Jó. Alvás. Jaj. Jó van, 130. nap, gyerekek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Délután érkezem. Kedves Erik bízom benne, hogy csatlakozik hozzánk délután. Milyen játék lesz? Ez egy jó kérdés. Na, csók mindenkinek.